Egy fiatal életében egyaránt vannak sikerek és kudarcok. Ferenc pápa rámutatott, hogy a hatalmas tapasztalattal és bölcsességgel rendelkező idősek milyen sokat segíthetnek a nehéz időkben. A Pápai Életvédő Akadémia április 27-én rendezvényt tart az idősek értékes szerepvállalásának tiszteletére. Úgy gondolom, hogy Ferenc pápa törekvése a nagyszülők és unokák közötti kapcsolatépítésre messze túlmutat ezen az egyszerű eseményen. Ez az érzelmi összetartozás, ahogy én nevezem, a kapcsolatok iránti igényre adott válasz, amelyek sajnos eltűntek a mai világunkból, olyannyira, hogy a magány az emberi élet egyre gyakoribb állapotává vált. A pápa a nagyszülők és unokák kapcsolatát egy fához és a fa ágain fészkelő madarakhoz hasonlította. Megjegyezte, hogy ezen kapcsolat által együtt növekednek és megismerik az otthon melegét és gyengétségét. A mostani nemzedékek a magány járványát élik meg. Vincenzo Paglia, érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke is erre mutatott rá. A magány nem csak ahhoz vezet, hogy egyedül érezzük magunkat, hanem ahhoz is, hogy egyedinek, és így másokra akadályként, ha nem is ellenségként tekintünk. Ferenc pápa régóta hangsúlyozza a generációk közötti kapcsolatok fontosságát. A Szentatya 2021-ben bevezette a Nagyszülők és Idősek Világnapját, amelyet minden év júliusának 4. vasárnapján tartanak, összehangolva Szent Joachim és Szent Anna, Mária szüleinek és Jézus nagyszüleinek július 26-ai ünnepével. 2022-ben Ferenc pápa az általános audiencián mondott katekézisei közül 19-et szentelt az öregedés témájának, ezzel is kimutatva, mennyire foglalkoztatják az idősek problémái. Manapság a nagyszülők adják át ezt az emberi, sőt, vallásos bölcsességet gyermekeinknek.